És szeretem ezt a helyet. Hát tulajdonképpen, ha őszinte vagyok, először azért, mert én voltam a tervezője ennek az egész elefántos tömnek, és ez egy országos, sőt nemzetközi hírű modellje volt az épület rehabilitációnak. Másodszor azért, mert a szépsége, a történetisége megfogja az embert első látásra. Nem csak a szakembereket természetesen, hanem a polgárságot, a civis réteget, aki használni tudja ezt, értékesen, értelmesen ezt a teret. Hogy meséljek el azért egy érdekes történetet az egyik ház életéből, a Széchenyi tér 7 épületének épületéből. Ennek valamikor alispánok tulajdonosai voltak, de híres polgárok voltak általában is, tehetősek, és csíros feleségük volt. Ez a feleség kifeküdt a Széchenyi tér 7-nek a teraszára napozni. Ez azért ennek a századnak az eleje tájékán játszódott le, és egyszer csak a polgármester észrevette, hogy dől a városháza. Kinézett, hogy mi lehet az oka ennek a statikai problémának, és észrevette, hogy a hivatalnokok nagy része az ablakba lóg. Nézvén természetesen nem esztétikai értéket. Mi volt a válasz erre? Azonnal lebontatta az erkét. De mi, aki rá 80 évre foglalkoztunk ezzel az épülettel, és mivel a Szebbik Nemnek hódolói vagyunk változatlanul, mi visszaállítottuk, visszaépítettük ezt az erkét, és az igazgatónő, aki jelen pillanatban és korábban is a Művészetek Házának volt a vezetője, ő hölgy.